Megnyílt Németh Ferenc fotókiállítása a Kapuvári Hivatalban. Az első emeleti aulában Kapuváról készült fotók láthatóak. Minden képnek van egy története, most kiválasztottunk egy képet. Ennek a képnek például mi a története? Ennek a képnek az a története, hogy régen a nagymamám, 2007-ben sajnos ő már meghalt, ő gyakran járt a templomba minden vasárnap, és én gyakran kísértem a templomba, és ezen az útvonalon ugyanígy mentünk, és ez az ő esernyője. Ez a képhez az Ivánkó is van egy szárt modellt, nagymamám esernyőjével, és próbáltuk rekonstruálni ezt a régi emléket számomra. Igazából ez a történet. Hát annyi, hogy az eső az pont elállt, amikor a képet készítettük, és ezt utólag digitálisan hoztam létre ezeket az esőcseppeket. És mióta foglalkozol fotózásról, hogy jött ez az életedbe, hiszen beszélgettünk arról, hogy nem ez a szakmád magyarul. Nem, egész másra foglalkoztam. Egészen addig, 2010-ben kezdtem el, hát akkor még telefonnal, ugye mindahogyan mindenkinél általában kezdődik a fotózás, telefonnal fotózni, és hát hogy mindig is volt bennem egy ilyen alkotói vágy, tehát én gyerekkorom óta sokat rajzoltam, meg szerettem mindig különböző dolgokat megvalósítani, és akkor elkezdtem mindig fejleszgetni ezt. Akkor még jobb telefont, aztán fényképezőgépet, jobb objektívet, bakut, minden egyebet megvásároltam, és akkor így magamat is fejlesztettem. Tehát az év folyamán jártam különböző kurzusokra, workshopokra, mindenhonnan próbáltam beszerezni a tudást. Ugye ma már mindenkinek van okostelefonja, nagyon sok videót készítünk, fotózunk, különböző élethelyzeteket, akár a városról fotóznak nagyon sokat itt a kapuváriak, de mégis hol van az a pont, aminél már kell egy kis tanulás, meg kell nézni, hogy ezt a mélységeibe hogy lehet ilyen kiváló fotókat készíteni? Hát azt a pontot azt nehéz meghatározni. Nálam ez nem is volt egy bizonyos pont, hanem ez egy hosszú fejlődési folyamat. Nem tudom ezt így meghatározni egy bizonyos pontnál. Hát ami nálam, amikor ez elindult, ez olyan 2017 körül kezdtem el komolyabban. Ugye akkor már összegyűlt egy 6-7 évnyi tudás, és akkor az kezdett beéredni. És volt műfaja a fotózásnak így a kezdetek kezdetén? Volt olyan téma, amit szerettél fotózni akkor, és azóta is szeretsz mondjuk? Sok témát fotóztam, portrékat is fotóztam, akár esküvőt is fotóztam, divatot, mai napig készítek divatfotózásokat. Van is egy állandó megrendelésem, és ez a kapuvári téma, ez meg csak úgy jött. Tehát háttérnek használtam a várost legtöbbször, sokat jártam a városba, és akkor így kezdett nekem feltűnni, hogy érdemes lenne képeket készíteni csak a városról. A mostani kiállításnak mi az igazi témája? Mit láthat a közönség, ha eljön? Hát láthatja, hogy számomra milyen Kapuvár az én szememen keresztül. A városnak szinte minden pontjáról van itt. Sok helyről készült fotó, tehát igen. Sok szemszögből lehet nézni Kapuvárt. Igen, próbáltam úgy összeválogatni, hogy mindig gazdagabb legyen, minél több irányból megmutatni, több helyszínről. Egy-egy ilyen fotó elkészítése mennyi idő, hogyan lehet rá előkészülni, illetve mi az a pillanat, amit már meg lehet ragadni a fotósnak, és el lehet lőni azt a képet? Igen, hát minden pillanat más, tulajdonképpen mindig változik minden, és ahhoz alkalmazkodni kell, de vannak olyan témák, amiket már előre kitaláltam, hogy mit szeretnék megvalósítani. Még sok ilyen lesz majd a közeljövőben, meg majd későbbiekben is, mert nem mindig tudok rákészülni arra a pillanatra, például akár egy szivárványos kép elkészítése, olyan még nem történt meg. Ha a képeket nézzük, hát az is megragadja a nézőt, akár a színösszeállítás, tehát ahogyan a természetes színek megjelennek így a fotón, tehát nagyon plasztikusan mutatja be így a várost. Igen, hát ezt hozzáteszem, hogy én most egy kicsit szakmai dologba belemegyek, én RAW-ban fotózok, az egy ilyen nyers formátum, és akkor abban a színeket manuálisan állítom be. Szóval ez a saját kreálmányom, ezek a színek. Próbálom valósághűre állítani, ahogyan igazából a valóságban kinéz. Minél realisztikusabbak legyenek. A képek, amik ide kerültek, ezek mikor készültek? Ezek már régen készültek, mert ez a kiállítás, ez tavaly lett volna egy évvel ezelőtt ilyenkor, csak a Covid miatt sajnos ezt el kellett halasztanunk, egészen ez idáig tolódott, és ezeket tavaly nyáron válogattam össze, és az előtti időszaknak az anyaga, tehát olyan az előtti másfél év anyaga körülbelül. Ugye a Kapuvár jól fotózható, tehát egy szép város? Szép város, meg igen, jól fotózható, de viszont azért vannak nehézségek, például, hogy síkságon lakunk, és nem lehet olyan felső perspektívákat fotózni, mint például, amikor Pécsen jártam, és ott egész más a helyzet. Tehát itt egy kicsit kihívás ebből a szempontból. Mik a tervek a jövőt illetően, tehát milyen fotók lesznek, mik készülnek a közeljövőben, mire számíthat a közönség? Hát mindenképp folytatom ezt, amit csináltam eddig is. Az, hogy konkrétan milyen képek lesznek, azt nem tudom előre megmondani, ez mindig változik, nagyon sok mindentől függ. És ezek a képek
hova kerülnek, tehát ezek archívumba, vagy sikerül majd természetesen gondolom archiválni, hiszen az utókornak nagyon fontos, hogy mondjuk 2021-ben hogyan is nézett ki Kapuvár, és ezek a képek nagyon jól megmutatják például. Igen, mindenképp ezeket elraktározom, biztonságos helyen őrzöm őket, akár az internetre is feltöltöm, és hát nem csak a Facebookra, hanem a Google Drive-on is őrzöm ezeket, hogy biztos, hogy meglegyenek. Hát esetleg egy szoftveres valami probléma történik a gépemmel, és akkor nehogy elveszenek. Itt a Kapuvári Hivatal első emeletén a nagy tanácskozó terem előtt az aulában látható a kiállítás. Meddig nézhetik meg a nagy közönség? Ez most meddig lesz nyitva? Ez év végéig mindenképp itt lesznek ezek a képek, bár én bízom benne, hogy még egy kicsit tovább is. Év végéig mindenképp megtekinthetőek. És gondolom a hivatal nyitvatartási időben. Nyitvatartási időben, igen, azt most nem tudom pontosan, milyen nyitvatartási idő. Ha véletlenül megtaláltan, aki nézi a műsort, vagy hall erről a kiállításról, és szeretné mondjuk képeidet megmutatni, bemutatni, arra van lehetőség? Tehát van lehetőség. Csak a Kapuváron, más településeken is? Mindenféleképpen keressenek meg üzenetbe, vagy bármilyen módon olyan tudnak. És akkor mindenre nyitott vagyok igazából. Köszönöm. Én is köszönöm.